Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt figyel téged. Ez a kártya nem csak azt jelenti, hogy rád gondol, vagy odafigyel rád, hanem azt is jelenti ez a kép, hogy a távolba tekint. Tehát vannak olyan tervei, amit veled együtt a távolban szeretne megvalósítani. Itt a lilium virág jelenti az ártatlanságot, de jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket is. Ő odafigyel rád, vannak tervei a jövőt illetően, és szeretne veled valamit tisztázni. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt ez a kép szimbolizálja a kutyát, és az jelentheti a házi állatokat is, vagy jelenti a hűséget, a baráti kört. És itt a gyűrű a kapcsolatokat, keresi a kapcsolatot egy baráttal vagy barátokkal, de azt is jelenthetik a kártyák, hogy visszatér hozzád, meg lesz újra a kapcsolat, megbízhatsz benne, hiszen itt láthatóak a tiszta érzelmek, és ő hűséges hozzád. Mit fog tenni? Ez a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, a te nőiességedet, mindenre odafigyel, majd bókol neked. Azon kívül jelenthet egy meghívást, egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot. Itt a könyv jelentheti azt, hogy megajándékoz téged egy könyvvel, vagy jelentheti az ő nyitottságát. Nyitottan beszél az érzelmeiről, a terveiről. Mi köt össze benneteket? Itt látható a hegy. Ez lehet egy hegyvidék, egy kirándulás, egy meghívás erre a kirándulásra. De ez a hegy jelentheti még az akadályokat. Akkor is, ha megvannak itt a tervek, a szép gondolatok, a mély érzelmek, a nyitottsága, egy ajándék, de még van itt valami, ami az útban áll, vannak még problémák, amit meg kell oldanod, vagy meg kell neki oldania. És akkor lesz egy szép fordulat, itt van a kapcsolat, ez a virágcsokor jelenti a szerencsét is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!